Szomorú hely a magyar történelemben. A vonzó látnivalók nem tudják felettetni a magyar szívek fájdalmát, hogy jeles honfitársaink raboskodtak itt a monarchia szeszélyéből. A várat 1205-ben építették az Inn folyó fölé 100 méterrel tornyosuló sziklára. Több kisebb-nagyobb ostromot vészeltek át, 4-8 méter vastag falai. 1512-ben első Miksa császár végleg Tirolhoz csatolta. Korabeli metszetek, festmények a várról. Vár jellege 1822-ben szűnt meg. A császártorony a 18. és 19. században börtön volt. Főleg a Habsburgok ellen harcoló politikai foglyok és egyéb főben járó bűnökért elítélt, rabok börtönévé vált. És ahonnan honfitársaink cellái nyíltak, a császártorony emeleti terméből. Kínzó eszközökből volt elég. Rózsa Sándor híres betyár celláját a külföldiek is kuriózumként látogatják. Rózsa Sándor kegyelmet kért és kapott Ferenc Józseftől, de szabadulása után újra fosztogatott. Kisiklatta az alföldi vonatot, és utasait kirabolta. Elfogták, és Szamosújvárra került életfogytiglan. Városháza. Ma már itt fogadják a magyarokat és az ide látogatókat.